Torontán vásárhelyen is több rendezvény, művelődési esemény sorsa kérdéses a járvány miatt. A koronavírus terjedése miatt a tavaszi rendezvények elmaradtak a művelődési otthonban. Ami a terveket illeti, folyamatosan figyelemmel kísérik a járványhelyzet alakulását az országban. Hát szóval éppen elkezdtünk készülni erre az idényre, ugye, hogy a különböző rendezvényeken részt vegyünk, úgy a néptárcsoportunk, mint a többi részleket, többi szekciók, amik itt működnek. Március közepén sajnos ez minden leállt, úgyhogy azóta is még mindig áll. Hát itt nálunk, ami körülött volna, hogy legyen, az május elején körülött volna, megtartsuk a községi fesztivált, a gyerekeknek a zenekar, zenekar és a táncot. Mostan azt hiszem napokban, hónap vége fele kellene megtartani a felnőttek számára is, de ez is még mindig le van fújva. Mostan a napokban, azt hiszem most a hétvégén kellett volna a kőketánc is, hogy Vajdaság szintén meg legyen tartva, ez is elmaradt, hogy csak elmaradt, vagy el lett halasztva, erről még nincs információnk. Hát meg szóval az egész művelődési élet megállt, úgyhogy semmi sajnos nem történik, és ahogy én látom, még bár egy hónapig, másfél hónapig nem is fog itt bírni semmi elindulni azért, mert az első előrejelzés szerint olyan június 15-ét emlegetnek, amikor majd esetleg, ha a föltételek olyanok lesznek, hogy lehet, akkor lehet rendezvényeket rendezni, ahol több, mondjuk rá így több száz személy is részt fog venni. Horti László, a művelődési otthon igazgatója elmondta, a szeptember végére tervezett Vive Fesztiválra időben fel kell készülni. Reméli, hogy a jubiláris ünnepség nem marad el. Sajnos nem tudjuk, hogy biztosan lesz, mert ez nem tőlünk függ, hanem ettől a járványtól, ami mostan itt van közöttünk. Minden esetre készülünk, megvan a dátumunk, az 26, szeptember 26-a és 27-e. Két napi rendezvényre készülünk, ahol fel fogjuk léptetni főleg azokat az énekeseket, visszamenőleg az első műsortól kezdve, az első fesztiváltól kezdve, akik főként, majdnem, hogy mindegyik közülük győztesként fejezte be a verseny részleget. A megbeszélések jelenleg folynak, szóval ami tőlünktől telik, azt mi meg fogjuk csinálni, és úgy készülünk, mintha meg lenne. Na most meg lenne tartva. Na most tudjuk, hogy mi a helyzet itt nálunk, és biztonsággal nem tudom, nem merem állítani, hogy meg lesz tartva, de ha csak lehetséges, valamilyen esély lesz arra, akkor biztos, hogy meg fogjuk tartani. Ünnepi jellegű lesz, mert születésnapit ünnepik a fesztiválnak, akkor nem lesznek új amatőr énekesek, és nem lesznek új magyar nóták, csádások se előadva. Szóval nem írtuk ki a pályázatot se az idén, már tudtuk ugye, hogy az idén mi vár ránk, és ez így fog megvalósulni. Még szeretnénk Magyarországról a gála estre, ami vasárnap lesz, valakit meghívni, de a tervünkben benne van, de hogy végre bírjuk évinni, ez majd csak el fog válni lassan. Ahogy az idő így múlik, akkor mindig közelebb és közelebb vagyunk ehhez a dátumhoz, és én nagyon remélem, hogy az a szeptember vége az már egy teljesen normális körülmények között élet fog bennünket körülvenni, úgyhogy bízok benne, hogy igenis meg bírjuk csinálni ezt a 25. Vive Fesztivált.